Igaza lehet a magyar kutatónak, aki azt mondja, mindannyian világméretű átverés áldozatai vagyunk. Az atomfizikus, aki korábban a NASA-nál is dolgozott, nem kevesebbet állít, mint hogy tudományos szemfényvesztés, amikor azt súlykolják belénk, hogy a széndioxid kibocsátás miatt van globális felmelegedés. A magyar tudós azt is állítja, hogy a NASA-nál egyszerűen meghamisítják az eredményeket. Dr. Miskolci Ferenc, fizikus, programozó, a természettudományok doktora, a Tudományos Akadémia kandidátusa. A vízen nem képes még járni, de azért tud egyet mást. Fizikus diploma az atomfizikai tanszékről, csillagászati doktori, földtudományi kandidátusi oklevél a Magyar Tudományos Akadémiáról. 2005-ig a NASA Langley-ben dolgoztam. Ferenc úr munkahely listája is beszédes. Légkörfizikai intézet, kelet-európai országok közös űrkutatási programja, földfelszíni alapsugárzásmérő hálózat, a világ ötödik legnagyobb fegyvergyártója, aztán a NASA kutatóközpont. Miskolci az úgynevezett Empoli tanulmányában ismertette azt a meglepő eredményt, hogy 96 és 2014 között bizony nem volt globális felmelegedés. A légkör hőmérséklete egy 1 Celsius fokos tartományon belül mozgott, és mindösszesen 2 Celsius fokot nőtt. Pedig az üvegház hatású gázok közül csak a széndioxidból mondjuk több mint 20%-kal több jutott a mérések szerint a levegőbe. Miskolci unokájának is azt tanítja, nyisson. Adok egy sakkot. Most épp a sakkban, de szerinte mindenhol megéri. Ez jó ötlet volt, ja. Nyitottsága viszont egy egész sor kérdést felvet. Például, hogy miért tagadták meg olyan munkahelyeken kutatási eredményeit, mint például az űrkutatási programokról döntő NASA. Mit mondtak a NASA-ban, amikor ön azt mondta, hogy ő nem akar ebből engedni? A NASA azt mondta, hogy csináljak mást. Tehát nekem a munkaköri leírásom volt az üvegházhatás kutatása. És amikor elérkeztünk ezekhez az eredményekhez, akkor ők azt mondták, hogy ezt nem szabad publikálni, én meg arra azt mondtam, hogy akkor meg elmegyek. Na aztán osztottuk, szoroztuk, aztán én ott hagytam őket, tehát fölmondtam kerekperec. De egyre gyakoribb az, hogy hamisítják ezeket az adatbázisokat. Ez úgy van, hogy én találkoztam egy adatbázissal, ahol ezt megcsinálták, tehát ha valaki nekem legközelebb ajánl egy adatbázist, akkor nem hiszem el. Egyszer lehet elveszteni a bizalmat. Akkor inkább elmegyek 50 évvel korábbi adatokért, amikor tudom, hogy nem volt ez a széndioxid őrület. Mielőtt legyintenek, hogy szórakozott ez a professzor, szívlejék meg következő mondatait. Engem ebben az egész dologban nem az hajt, hogy pénz meg mi, hanem az, hogy én szeretném tudni, hogy hogy működik az üvegházhatás, meg mi az. Én nem szívesen fizetek széndioxid adót, amikor tudom, hogy a széndioxidnak semmi köze hozzá. Én annak örülök, hogy itt vagyok, hogy veletek beszélhetek erről, tehát és így valamilyen szinten egy ablak nyílik ahhoz, hogy ez a ismeret, ez valahogy terjedjen. Hogy mi állhat a háttérben, a világ számos pontján hasonló eredményre jutó tudósok ugyanúgy nem magyarázzák, vagy nem akarják megmagyarázni, ahogyan Miskolci sem. De figyelemre méltó, hogy az úgynevezett kibocsátás kereskedelemben mennyi pénz is mozog. Azaz, mennyivel fizet többet, aki szennyez, annak, aki kevesebbet, vagy egyáltalán nem, Miskolci szerint a semmiért.